József! Sziget-Szent Miklósról! József volt az egyik versenyző, aki indult a Harkányi nyárzáró fesztivál férfi has szépségversenyén. A jelentkezőknek a Lepke-medencénél rögtönzött kifutón kellett megmutatni kerek idomaikat, miközben a nézők a medencéből locsolták őket. A versenyzők élvezték a szereplési lehetőséget, miközben megmutathatták mindenkinek a kisebb-nagyobb pocakjukat. Az első három helyezett 1, 2, illetve 3 tálca sörrel lett gazdagabb. József végül második lett a versenyen. A család nevezett be, és egy nagyon jó élményt adott nekem itt Harkányban. Most vagyunk először, Sziget-Szent Miklósról érkeztünk, és frenetikusan jó volt. A férfiak után következtek a hölgyek, ők vizes pólóban mutatták be idomaikat, amit szintén pontozással értékelt a zsűri. A merész hölgyek bemutatóján a legjobbakat vásárlási utalvánnyal díjazták a szervezők. A harmadik legtöbb pontot elért induló 50 ezer, a második 75 ezer, míg az első helyet elért induló 125 ezer forintos utalvánnyal lett gazdagabb. A nők versenyét Viki nyerte. Hogy csöppentem bele? Hát igazából a férjem szerette volna, hogy részese legyek ennek a versenynek. Én még mindig izgulok, úgyhogy nem tudom, hogy tudtam magamat rávenni. Mire költjük? Ez még kérdéses szerintem, úgyhogy majd kiderül. A férfiak has szépségversenye és a nők vizes pólós megmérettetése a Harkányi Fürdőfesztivál egyik legjobban várt és leglátványosabb programja minden évben. De ezen kívül még számos programmal várták augusztus utolsó előtti hétvégén a Harkányi Strand vendégeit. Hála jó Istennek az időjárása a nyár közepi fesztiválhoz képest nagyon jó. Igazi strandidővel tudjuk fogadni az ide látogató vendégeket. A 3 nap alatt 4 színpadon körülbelül 60 programmal készültünk, úgyhogy azt gondolom minden korosztály megtalálja azt, amire vágyik, egészen a kisgyerekektől a idősebb korosztályig. A főszervező elmondta még, a nyárvégi fesztivállal ki tudják tolni a turista szezont, ezért rendezik meg minden évben. Ez növeli Harkány népszerűségét, amellett, hogy jó a szállásadóknak és jó a strandnak is, ahol idén is teltház volt a rendezvény alatt.